A Jászhegy-Konszolnok megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén szolgálatot ellátó iskolaőrök megnyitották az idei tanévet, rögtön be is ültek az iskolapadba, hiszen 2022. augusztus 29-én és augusztus 30-án két napos képzésen vettek részt. Tanévnyitó értekezlettel kezdődött a hét Szolnokon a Jászhegy-Konszolnok megyei rendőrfőkapitányság oktatási és szabadidőközpontjában, ahol Vojter Szabó Zita rendőralezredes bűnmegelőzési osztályvezető köszöntötte a 2022-23-as tanévben szolgálatot teljesítő iskolaőröket. A kétnapos képzésen csoportokra bontva vettek részt az iskolaőrök. Az első helyszínen a megyei rendőrfőkapitányság rendészeti trénerei által tartott tréning zajlott, ahol a kommunikációs szituációk, a csoportos és egyéni foglalkozások kerültek előtérbe. A résztvevők csoportmunkával dolgozták fel azokat a módszereket, amit sikerrel alkalmazhatnak a diákokkal, tanárokkal vagy szülőkkel való kommunikációban. A másik helyszínen a Magyar Vöröskereszt Jászhegy-Konszolnok megyei szervezetének munkatársai által megtartott első segélynyújtó képzésen frissíthették, illetve mélyíthették el tudásukat a résztvevők. Megismerhették, mit kell tenni egy esetleges rosszullét, egy ájulás vagy egy csonttörés esetén, hogyan kell szakszerű ellátást nyújtani a mentőszolgálat munkatársainak kiérkezéséig.